Hír3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Segítségével bemutatjuk, hogy hogyan készül a valódi csokoládé. A Szerencsi Bombonál Kft. Által készített úgynevezett csokoládé görcs, ami tejcsokoládé, alkoholos mazsolába van bedúsítva, és abból egy különleges technológiával kézzel készítjük a csokoládé halmot. A másik kolléganő pedig mazsolát, illetve később majd földi magyarot fog úgynevezett tallérként kiformázni, és azt fogjuk kóstoltatni a hozzánk érkező vendégekkel. Ilyen rumos? Rumos mazsolás? Vagy én nem is tudom. Nagyon finom. Az unokáknak nem ízlik, mert alkoholos. Visszaadták, de nagyon finom. Én minden csokit szeretek. Engem otthon csokoholistának hívnak. Csokoládi Fesztivál egyrészt arról szól, hogy megmutassuk Magyarországnak is, ha lehet az egész világnak, hogy szerencsén még van csokoládégyártás, mi az, hogy van. Nagyon finom csokoládét gyártanak szerencsén is, én úgy gondolom, sőt, ha mondhatom azt, meggyőződésem, hogy Szerencs a magyar csokoládégyártás mozdonya. Szerencs és a csokoládé neve évtizedek óta összefonódott. Talán nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy ezek alatt, az évtizedek alatt mennyi édesség, mennyi csokoládé készült a városban, hányan és hány kilogramm csokoládét ettek a szerencsi csokoládéból. Egy valami viszont biztos, hogy egy lokálpatrióta érzelmű, nagyon erős kis csapat, helyiekbe álló közösség erre a hagyományra, erre a tudásra építve életre hívta ezt a Csokoládé Fesztivált, és ennek a hatodik alkalmát ünnepeljük. Kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét.